Thank mm -hmm. you. Próféta Könyvének első fejezetéből az első versel kezdve olvasuk Istennek ígéit a második rész első versének ámondatáig. A, a megnevezett helyen Jónás próféta könyvéből annak első részéből az első versel kezdve a második rész első versének álmondatáig. Így hangzik Isten égéje. És lőn az úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához mondván: Kelj fel, menj ninivébe a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe. És fel kell Jónás, hogy társisba szaladna az úr elől. Leméne azért Jáfób, és találott egy hajót, amely méne társisba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy társisba mene, velük az úr színe elől. Az úr pedig nagy szelet bocsát a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltanának ki, ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig lemén a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. De hozzám én a kormányos mester is mondanék, mi lelt te nagy alvó, kelj fel! és a te Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Egymásnak pedig ezt mondák, gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem. És sorsot vetének, és a sors Jónásra esélyik. Mondák azért néki, kérünk, beszédel nekünk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem? Mi a te foglalkozásod és honnan jössz? Melyik a te hazád? És miféle népből való vagy te? És mondanékik, Héber vagyok, én. És az Urat, az egek Istenét félem én, aki a tengert, és a száraz földet teremtette. És megfélebbének azok az emberek nagy félelemmel, és mondák néki, mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úrnak színe elől fut, mivel hogy elbeszéli nékik. Mondák azután néki, mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk, mert a tenger háborgása növekedék. Ő pedig mondanékik, fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. És erőlködtek azok az emberek, hogy visszajussanak a szárazra, de nem tudtak, mert a tenger háborgása növekedék ellenük. Kiáltanának azért az Úrhoz, és mondák, kérünk Uram, kérünk, ne vesszünk el az ember lelkéért, és ne háríts ránk ártatlan vért mert te, Uram, úgy cselekedtél, amint akartad. És felragadák Jónást, és beveték őt a tengerbe, és megszűnék a tenger az ő háborgásától. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félék az Urat, és áldozattal áldozának az Úrnak, és fogadásokat fogadának. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy Te, a tengert és a száraz teremtetted, aki Úr vagy mindenek felett, te úr vagy a mi félelmeink felett, a mi helyzetünk felett, a világnak nyomorúsága felett, és köszönjük, hogy kezedben van a kormánykerék, kezedben van Uram lelkünk, kezedben van testünk, és semmi nem történhet velünk a te tudtod nélkül. Köszönjük, hogy most láthatjuk a te szolgádat. És bocsáss meg nekünk, Uram, mert annyiszor engedetlenek voltunk, mint ő. Írd a szívünkbe az ígét és segíts rátekinteni, most az ígét megérteni, és eljutni oda, hogy teljes félelemmel féljünk téged, szolgáljunk téged, és fogadásokat téve hadd dicsőjtsük a te nevedet. Valamennyünk szívét, Uram, áld meg, és dicsőjts meg neved közöttünk. Amen. Amen. Tessék helyet foglalni. Áldott legyen a mi Urunk, Istenünk! aki teremtő Isten, az eget és a földet teremtette, és a földön minden, ami van, a száraszt, a tengert, a magas hegyeket, a nagy urbanizációs központokat, a kicsi falvakat, tanyákat, mindenről tud. És ma, amikor Jónás könyvének Első részét olvastuk fel, és a második résznek, az első versének a felét. Hadd emeljük fel tekintetüket, és lássuk a mi Urunkat, a Mindenható Teremtő Istent, a Megváltó Urat, az Örökkévaló Istent, az Urak Urát, a Királyok Királyát, a hatalmas Jahvét, aki mindenek felett Úr. És kedves testvéreim, arról olvasunk, hogy Istennek volt egy szolgája a Krisztus előtti 8. században, akit úgy hívtak, hogy Jónás, akinek a neve azt jelentette héberül, hogy Galamb. Csak éppen nem a szelítségéről volt ismeretes ez az ember. Istennek szolgája volt, és olvasunk róla a királyok második könyvének 14. részében, hogy második Jeroboám. Ideje alatt profétált, és megprofétálta Izrael királyának, második Jeroboámnak, aki körülbelül 790 és 754 között uralkodott Krisztus előtt, hogy győzni fog és vissza fog foglalni területeket Izrael elveszített területei közül, és meg is történt. Aztán arról is olvasunk, hogy nem az Ószövetségben más van jelen Jónásról a híradás, hanem ami Urunk Jézus Krisztus, a Máté Evangélium a 12. részében, Bizonságot tesz erről az emberről, és azt mondja úgy, ahogy létezett ninive, és úgy, ahogy ninive emberei megtértek, létezett jónás, mert hirdette az Isten evangéliumát, és azt mondta a Máté 12-ben, Izrael népének, a korabeli embereknek most nagyon van itt jónásnál. Miért nem akartok megtérni? És kedves testvéreim, a megtérés ideje van ma is. És tárlásuk azt mit jelent? Teljesen megtérni az Úrhoz. Nekünk a hívőknek is. Jónásról olvasunk az Isten szolgájáról és profétájáról, aki, mint mondtam, úgy az Ószövetségben, mint az Újszövetségben is másütt jelent van már, és hirdeti őt Jézus Krisztus, szó van róla a királyok másik könyvében, és tudunk róla, hogy Hóseás, Jóel és Ámós profétáknak volt ő a kortársa. hozzám is hozzád szól most a gátkéferből való Jónás könyvén keresztül Isten lelke és Isten szava. És sok üzenet van, szeretném röviden taglaltan elmondani. Elsősorban figyeljétek meg, az Úr szól. Addig szól ennek a világnak, amíg ő tartja a kegyelmét felette. Eljön majd az idő, amikor te is, meg én is, ha nem jön vissza az Úr Jézus Krisztus, és a halottak között lesz a helyünk testileg, és kihúznak az anyakönyvből abból a városba, abba a községbe, ahol vagyok és voltál, utána már hozzám és hozzád, ezen a földön nem szól az Úr szava. De emlékezz vissza, hogy az Úr szava most hozzánk az élőkhöz szól, úgy, ahogy szólt Jónáshoz. És szól a Biblián keresztül, az imádságon, az éneken keresztül, szól meg annyi rádióadáson keresztül, könyveken keresztül, szól a testvéreken keresztül, szól a Youtube-ról és különféle portálokról, ige hirdetéseken, ígéken keresztül, és szól meg annyi történésen keresztül, hogy ébredjek, és ébredj, hogy legyek és légy, engedelmes szolgálja Istennek. Arról olvasunk itt, hogy Jónáshoz lőn az Úr szava, és egy egész konkrét feladatot kapott az akkori világbirodalomnak, a Szíria birodalmának, a központjába, a fővárosába, Ninivébe küldi az Úr. Ki az, aki ne hallott volna köztünk, akár ha az Amerika Egyesült Államokra gondolunk, ki az, aki nem hallott New Yorkról? Vagy ha csak Oroszországra gondolunk, ki nem hallott Moszkváról? Vagy ha az Egyesült Királyságról, ki nem hallott Londonról? Nem egy olyan helyre küldte Isten Jónást, amiről tudomása nem volt. Nagyon jól tudta, hogy Ninive létezik, nagyon jól tudta, hogy Ninive hol van, nagyon jól tudta, hogy hova küldi az Úr. Úgy, Kellett ő menjen, éjszak-keletre. Erre mit tesz? Azt olvassuk, felkelt Jónás, és úgy gondolta, hogy hát miért menjen ő Ninivébe? Miért prédikálja ott, hogy gonoszak, és térjenek meg az Úrhoz? Nagyon rövid volt, azt sem mondhatjuk, hogy hosszú prédikációt kellett elmondjon, és belefáradt volna. Ennyi volt, olvassuk a harmadik részben a prédikáció, még 40 nap és elpusztul Ninive. Nem volt olyan hosszú, nehéz, elmondhatatlan az üzenet. De fel kell Jónás, és azt olvassuk, megy Ninivébe. Ezt olvassuk? Nem. Így olvassuk, fel kell Jónás, hogy társisba szaladjon az Úr elől, És lement Jáfóba, Izrael kikötő városába, és Találván ott egy hajót, mindegy, hogy akár megy, csak menjen. Ninivébe száraz földön kellett volna menjen, de hát miért gyalogoljon ő? Kifizeti a bért, van neki pénze, becsületesen, beszáll a hajóba, és megy a mai Spanyolország felé a Földközi tengeren. Hát nem lesz jó, abban a meleg, nyári időszakban egy jó hajó kirándulás. Meghűsül. Lát világot. És társisba elmegy, aztán majd gondolta, hogy kicsit hajókázik, és majd visszajön a földközi tengeren. Nem tudom, hogy máskor is tette ezt, vagy nem, de most ez a gondolata volt. Tudjátok mikor? Amikor Isten felhívta a figyelmét, hogy eljött az idő, hogy ő Ninivébe prédikálja az Isten ítéletét. És ő engedetlenül másfele megy. De hogy egyeztethető ez össze azzal, hogy ő Istennek a szolgája, hogy Istennek a gyermeke. És az első kérdés, merre tartok és merre tartasz az úton? A menny felé, mert arra hívott el az Úr, hogy a menny felé haladjak és haladj, akarva, akaratlanul a végfele megyünk minden nappal és minden órával és minden perccel az életünk telik de haladok-e tudatosan az Úrhoz közelebb? Vagy el az Úr színe elől? El az ő akarata elől? Én tudom a magamét. Én csak azt akarom csinálni, amit én akarok. Itt a Jónás engedetlenségénél azt is szeretném megemlíteni, figyeljétek meg testvéreim, hogy emberileg látható szempontból, hogy a korintusi második levélben olvassuk, úgy tűnik, hogy teljesen becsületes ember. Felkérezkedik, a hajóbért, és nem akart útban lenni, levonult a hajó aljába, hogy ne zavarjon senkit semmivel. Csendesen lefekszik. Hát az ilyen utasok jók, akik nem sok kérdést tesznek fel, nem sok kívánságuk van, fizetik a jegyet, és elvonulnak, és nincs velük baj. Ismerik a testvérek a mondást, hogy akkor jó a gyermek, amikor alszik. Na emberileg pont így nézett ki a dolog. Egészen más volt a helyzet. És kedves testvérem, ne láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. És Isten nagyon jól látta, ott, a földközi tengeren, az elindult hajót, a kormányossal, a legénységgel, és lent, a hajó belsejében azzal a jónással, aki lefeküdt és elaludt. És kedves testvéreim, nem máshová küldte a szeletisten. Isten. Küldhette volna az Atlanti óceára, a Csendes óceára, az északi sarkör felé valahová, az indiaira. Nem. Oda küldte a földközi tengerre. Tudjátok hova? Oda Jáfótól pár tíz kilométerre, hogy elindult a hajó. Épp meg oda küldte. És így olvassuk, hogy a Jónás engedetlenségének ára van. Kedves testvéreim, minden döntésemnek és minden döntésednek következménye van. Nem élhetek úgy Isten gyermekeként, Isten szolgájaként, hogy a magam akarata szerint élek. És azt teszek, amit akarok. Így olvassuk az Úr, nagy szelet bocsát a tengerre, nagy vihar lőn a tengeren, a hajó már-már töredezik vala. És figyeljétek meg, kedves testvéreim, hogy amikor Isten működésbe lép, akkor nem tud ember tenni ellene semmit. Tehetetlenek vagyunk. Mert az Isten mindenható Isten, mi pedig végesek vagyunk de az ő kezében van mindent. Arról olvasunk, hogy ezek az emberek mindent megpróbáltak. Először tehermentesítik a hajót. Kidobnak mindent. Ami csak megnehezítette a hajónak a terhét, hogy a hullámok csaptak át, és úgy nézett, hogy süllyed el, töredezik a hajó, kidobtak minden felesleges hajóterhet. Másodszorban azt olvassuk, hogy a félelemtől megfélelve a hajósok kiháltanának a maguk Istenhez, amit ők is tudtak. Egyik, másik, harmadik bálványistenhez. És kiáltottak, és imádkoztak, mert még akkor nem tudták, hogy ez hiába való. Ami rajtuk állt, megtették. Harmadsorban figyeljétek meg, a kormányos oda megy, és azt kérdezi Jónástól, mi lehet te nagy alvó? Honnan való vagy te? és kelj fel! Nem gondolsz velünk? Nem látod, hogy elveszünk? És az ördög ezt akarja, hogy aludjak és aludj. Lelkileg, és teljesen a magam akarata szerint cselekedjek. Az ördög folyamatosan el akar altatni engem és téged. Ne legyek éber. De Isten ma Hozzám is hozzászól, légy éber, serkeny fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus. Ezek az emberek nem álltak meg ott, hogy megtették a hajóterhének kidobását, nem álltak meg ott, hogy imádkoztak a maguk istenéhez, sorsot vetének. Uram, akarjuk tudni, hogy ez a helyzet miért van rajtunk? Oda vesz az életünk, oda lesz a hajó, mi lesz velünk? Sorsot vetének, így olvassuk. És a sors, Jónásra esék. És kedves testvéreim, ettől a pillanattól kezdve lett nyilvánvaló, ezek előtt az emberek előtt, hogy Isten, a hatalmas Isten, a mindenható Isten tenni akar valamit ott az ő hajójukon. Eddig csak a veszedelmet látták. Most, mikor Jónásra esélik a sors, és Isten nyilvánvalóvá tette, hogy vele érte van a baj, akkor azt olvassuk, mondának néki, kérünk, beszédel nekünk, mi van rajtunk, miért van rajtunk-e veszedelem, mi a te foglalkozásod, honnan jössz, melyik a te hazád, milyen népből való vagy te. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy mennyire kommunikáció központok ezek az emberek. Azt olvassuk, ott a vihar közepette ennyi kérdést feltesznek, és elbeszélgetnek Jónással. Nem tudom, ha nekem, és ha nekünk lett volna annyi türelmünk, és kérdéseket teszünk fel ilyen helyzetben, amiben ezek a hajósok voltak. Csodálkozok. Csodálkozom, hogy ezek az emberek hogy tudták azt a helyzetet uralni, és abban a nehéz helyzetben, amikor arról olvasunk, hogy nőtt és nőtt a tenger háborgása, mondja a 11. vers. Feltesznek négy kérdés is Jónásnak. Mondd el, ki vagy? Honnan jössz? Mi a te hazád? Milyen néből való vagy te? Mi a te foglalkozásod? És figyeljétek meg, testvéreim, eljött az igazmondás pillanata nagyon ritkán szoktunk a 9. verse foglalkozni. A Jónás könyve első részének 9. versében Isten olyan helyzetbe vitte Jónást, amikor ő igazán el kellett mondja, hogy ki ő, és mit tesz ő. És mondta nekik, Héber vagyok én. Az Urat, az egyik Istenét félem én. A tengert és a száraz földet ő teremtette. Na figyeljétek meg, amikor az az ember elkezd magáról beszélni. És újból és újból az eredeti Héber alapján kiemeli, hogy én, és én. Ő szintén elmondja, és azt olvassuk, hogy megfélelmének ezek az emberek, mikor hallották, hogy ő az Úr színe előfut, fut, és engedetlen volt az Úrhoz, az ő Istenéhez. És megkérdezik, mit tegyünk veled, hogy a vihar megcsendesedjék. Hatalmas probléma van. Sőt, azt olvassuk a 13. versben, a 11. vers után, hogy ismét növekedik a vihar. A szél még inkább fújt. Mit tegyünk? Mert a tenger háborgása növekedik. És a következményt, az ítéletet elmondja Jónás. Fogjatok meg, vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom én, mondja Jónás, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. Elég volt ezt elmondani, egy halálos ítélettel ér fel, hogy a viharzó tengerbe dobják ki. És olyan jó, hogy Jónás ezt meg tudta tenni. Most először a történetben olvasunk arról, hogy nem magára gondol, hogy neki legyen jó, hanem ő szintén válaszol. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy az önzést, aminek súlyos következményei vannak, mikor a magam útját járom, és a magam akaratát hajszolom, és a magam gondolatai szerint akarok élni. Isten olyan helyzetbe tud vinni, és kimunkálja az ő szolgájában, hogy bevallja, igen, ha engem kidobtok, megcsendesedik a tenger. Mikor leszek, és mikor leszel Istennek olyan eszköze, aki az önzést féleteszi. A magamnak és a magadnak való élést. Ahogy Pálapostól mondja, Krisztussal megfeszítettem. Élek többé nem én, él bennem a Krisztus. Kedves testvéreim, az önzés tönkreteszi az emberi kapcsolatokat. És itt kihatással volt a jónás engedetlensége az egész hajó legénységére, és azok, akik még utaztak a hajó, nem tudjuk, ki volt, ki nem volt ott. De arról látjuk, hogy amikor ő bevallotta, akkor az is pozitívvá lett, és az is áldássá vált, mert így olvassuk, hogy ezek az emberek még egy próbálkozást tettek, hogy visszajussanak a szárazra, jáfóba valahogy, kössenek ki. De így olvassuk, erőlködtek azok az emberek, hogy visszajussanak a szárazra, de nem tudtak, mert a tábor-tenger háborgása növekedék vala. És kedves testvéreim, Isten nyilvánvalóvá tette, hogy a Jónás erőködése, hogy ő máshová megy, a hajósok erőködése, hogy ők visszajutnak a szárazra és megoldják a helyzetet, ez mind semmit sem ér előtte. És az én meg a te erőködésed is hiába aló és semmi. De azt olvassuk, nem csupán vihar van, nem csupán tetőfokra ér a virhar, hanem arról olvasunk, hogy van megoldás. És kedves testvéreim, harmadsorban hadd szóljunk az Isten megoldásáról. Így olvassuk, miután kiáltának az Úrhoz, kérünk, Uram, kérünk, ne vesszünk el ez ember lelkéért, ne hális ránk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekedtél, amint akartad. És ezek az emberek kimondják, hogy te úgy cselekszel, Uram, ahogy akarsz. Akkor megfogták, Jónás megragadták, bevetették a tengerbe, és megszűnék a tenger az ő háborgásától. Lecsendesedett. Mert a megoldás az Isten kezében van. Amikor engedelmeskedek és engedelmeskedsz, az Istennek. És tudjátok, hogy amikor megfogta az a két-három ember, nem tudom hányan fogták meg, és kidobták a hajó korlátján, ez volt Jónásnak az első lépése, amit nem őtett meg, mások megtetették vele, néni befele. Ez volt Jónásnak az első mozdulata, eddig mind más fele ment. Emberileg még úgy néz ki, hogy vége. De van a fölközi tenger, olyan nagy Isten tudta, hogy olyan mélynek teremtett, és akkora halak, ámbráztetek, hogy más óriás halak vannak benne, amelyek le tudják nyelni minden estő jónást. És rendelt egy nagy halat. És kedves testvéreim, olyan csodálatos, amikor Isten csendet parancsol az életembe és az életedbe, és a vihart lecsendesíti. És figyeljétek meg azt a hármas folyamatot, amit Isten szent lelke kimunkált a hajón, kimunkált Jónásban és kimunkált a halban. Elsősorban arról olvasunk, hogy Istened drága szent lelkétől felbuzdulva ezek az emberek kiáltottak az Úrhoz, és így olvassuk, fogadásokat fogadának. Köszönték az Úrnak, és mondták, Uram, neked szolgálunk, és téged dicsőítünk, neked áldozunk, neked mutatunk be étel, italáldozatot, teljes áldozatot, amikre ők gondoltak. Aztán, így olvassuk, nagy félelemmel félék az Urat. Isten hittel teljesé váltak. Tudjátok, hogy kik vannak még megemlítve, hogy Isten félők voltak? a Bibliában. Kettőt meg akarok említeni. A Jobb 1.8-ban azt olvassuk, láttad az én szolgámat, Jóbot? És nézzétek meg, hogy a hatalmas Isten az ő lelke által, amikor csendet parancsol, kimunkálja az Isten félelmet ezekben a hajókba, hajósokba, és nagy félelemmel félik az Urat. De ugyanúgy nem csak Jóbról van ez megírva, hanem olvassuk azt, hogy a Lukács 2.24-ben az Aksimeon Isten ember volt. Milyen csodálatos, amikor Isten lelke kimunkálja bennem és benned. És Isten félő emberként, hittel teljes emberként, az Úr színe előtt járó emberként vagyok kész és vagy kész cselekedni. De azt is el akarom mondani, így olvassuk ebben az ígében, hogy félék az Urat és áldozatokkal áldozának. Tisztelték az Urat. Úgy, ahogy ők ott abban a helyzetben megértették. Hogy milyen áldozatot tudta bemutatni, nem írja ezt részletesen le az ige. De áldoztak az Úrnak. Nem volt hajlandó időt, energiát áldozni Jónás az Úrnak, hogy Ninivébe menjen. És mégis most azon az út került, amikor muszájságból egy irányú útra került, nem lehetett hátra menni, csak előre Isten elindította újból. Aztán figyeljétek meg, hogy mi történik a hallal. Így olvassuk, hogy az az Isten, aki a szárazföldet, de aki a tengert is teremtette, tudott arról a nagyharról, és oda rendelte. Oda rendelte. Kedves testvéreim, a bioszféra és minden, ami a földön, növény, állatvilág, csillagok, és minden, ami a kozmoszban van, hallgat az Úrra. A mi, amit emberek tönkretettünk és tönkreteszünk, azzal van a baj. A szennyezettséggel, azokkal a sivatagos területekkel, a rengeteg szeméttel, a sok kipufogott gázzal, a növények mind tudják, az állatvilág mind tudja, és szolgálja az Úrnak. Oda rendelte Isten, és az a hal oda ment pontosan, ahová Isten rendelte, és lenyelte minden estő Jónást. Lenyelte úgy, hogy nem harapta ketté lenyelte úgy, hogy közben sietséggel ment a hal, még mielőtt Jónás belefullad a háborgó tengerbe. Még amíg életben van. És lenyelte úgy, hogy ott belül ő oxigéhez jutott. Úgy csodálom azt, hogy Isten egy állaton keresztül hogy tudja véghez vinni az ő akaratát. Ó, legyek és légy az az engedelmes ember, aki tanulunk a bálám szamarától, aki tanulunk ettől a nagy haltól, és tanulunk engedelmességet, Isten iránt, hogy ahol rendel, ott legyek, és hadd legyünk kész Isten szolgálatára élni. És mi történik a halban? Majd egy következő alkalommal fogjuk olvasni a Jónás imáját hogy ez az ember, mikor leszáll a hegyek alapjáig, ő is megalázkodik majd. És Isten szentségének, templomának a helyévé lesz a halnak a belseje. A megalázkodás, a bűnbánat, az Isten nevének emlegetése, hogy az Úrja szabadítás. Mert Isten lelke rendkívüli mélyen és hatalmas erővel munkálkodik, és a mai üzenet hármas szálon van számomra és számodra idefonva az ígéből. Kedves testvérek, elsősorban azt akarja mi Istenünk, az az ő akarata, hogy neki szolgáljunk, nem más Isteneknek. Ez az ő akarata hogy teljes félelemmel féljem az Urat, tiszteljem Őt, legyek kész áldozatot hozni, és hűségesnek lenni hozzá, és had legyek kész, hadd légy kész, fogadásainkat betölted, úgy, ahogy fehér ruhánkat magunkra öltöttük, és mondtuk, hogy Ura, követlek Téged, szolgálok Téged, neked, és dicsőítelek Téged. Aztán figyeljétek meg, testvéreim, hogy hiávaló az erőlködés, Isten az ő útján megy tovább, és senki és semmi nem állíthatja meg. Sem Jónás, sem a hajósok. Ne erőlködjek, és ne erőlködj Isten ellen. Mert Isten a kevélyeknek ellen áll. Az alázatosoknak kegyelmet áll. De hadd mondjam el azt az üzenetet is, hogy figyeljétek meg, hogy Isten a hatalmas Úr központá válik a hajód, központá válik a tengerben, és központá válik Jónás életében, és addig, amíg ő fut az igerész elején, Isten színe elől, és szalad az Úrral való kapcsolat és szolgálat elől, figyeljétek meg testvérem, hogy mi történik. Így olvassuk az, a, a rész végén, azok az emberek kiáltanának, kiáltának az Úrhoz. Azok az emberek nagy félelemmel félék az Urat. Azok az emberek áldozattal áldozának az Úrnak. És azok az emberek fogadásokat fogadának az Úrnak. És kedves testvéreim, olyan jó, amikor Istenhez nem egy passzív, engedelmessége, hogy legyen, ami le, én megtettem, aztán most már tovább rábízom, hanem aktív, Krisztus követővé válok, és szolgájává válok, hogy áldozok, fogadok, szólok, hiszem, félek, és járok vele ide jutni. És Isten az ő akaratát megcselekszi. Az Úré a szabadítás. És mindenki, aki nehéz helyzetben van, Betegségben, gyengeségben, a koronavírus miatt, a járvány miatt, különbenféle félelmek között szólma Isten igen, ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj, mert én vagyok a Te Urad, Istened, Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ne félj, enyém vagy. Az enyém vagy, és hadd bátorítson Isten lelke, és az engedetlenségnek minden morzsáját, minden gondolatát, a csökönyösségnek, a magunk valóságának, az emberiségnek, az óemberségnek, minden gondolatát vegy el az Úr. Istenfélőként áldozzak, szolgáljak, dicsőjtsem az Urat. És úgy olvassuk, ezek a hajósok megtértek, majd tudjuk, hogy a dinivebbeliek is megtértek. Isten az ő kegyelmes munkáját véghez vitte. Dicsőség ezért, ami Urunknak örökre. Amen.